és szerettem volna elsők között lenne, aki megnézni a filmet. Ez sikerült. Ma van az Elkutuk című film premierje, és mi eljöttünk a legkorábbi vetítésre, hogy megnézzük, kik azok, akik legalább annyira kíváncsiak, mint mi. Bocsi, ti az Elkutuk című filmet jöttetek megnézni? Nem, mi ezt a robotosat. Nem ugyanaz? Nemzeti Filmiroda művészfilmnek minősítette. Általában is szokott művészfilmekre járni? Nem nagyon. A legeslegfontosabb kérdés, hogy ki fogja játszani Gyurcsányt ön szerint? Én úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc maga. Én úgy gondolom, hogy senki másra nem lehet jobban ezt a úgymond hát, negatívvá avanzsáló főszerepet osztani, mint ő saját magára. Mit vár a filmtől? Furcsa lesz, mindent. Mindent. Elemező. Mit legjobban? A valóság feltárását. Ön az első, aki nem férfi. Végre kiderült, hogy ez egy csajos film is. Ti csak eljöttetek ma a moziban, hogy valamit meg akartok nézni, ugye? Igen. Igen, igen. Igazából a Venom 2-t akartuk, és akkor láttuk, hogy mivel mi vidékiek vagyunk, és ott nem biztos, hogy Pécsen játsszák ezt az ismert művet, ugye? Téged mondjuk miért érdekel az Elkutuk című film? Itt van pont a plakátja mellett. Hát, csak gondoltam, megnézzük. Nagyon nem érdekel. A tőke urai, a pénz urai, ha tovább akarják folytatni a kizsákmányolást, ezen lépett fel a magyar nép annak idején. Elég komoly terhet rak a filmre azért, hogy egy ilyen dolgot megváltoztatni. Én közgazdász vagyok, elemző vagyok, kozmikus folyamatokról van szó. Ez a kozmikus folyamatba illeszkedik. Soha nem volt így, hogy mi nem játsszuk ezt a filmet. Mi ezt a filmet ugyanúgy kezeljük, mint bármelyik másik filmet. Ki lenne a legjobb, Gyurcsány Ferenc? Gyurcsány Ferenc. Színész? A Gyurcsány Ferenc lenne a legjobb. Hát én egy Anger Zsoltot vagy egy Turót Szabolcsot el tudnék képzelni, például de akár egy Stoll Andrást is, hogy hitelesen meg tudja formálni. Jó, mit vársz egyébként a filmtől? Hát mivel kormánypárti, egy jó nagy fülest a Gyurcsányék számára. Én akkor 8 éves voltam, mikor voltak ezek az események, zavargások az utcán. A tévében néztem a tüntetéseket, és akkor nagyon meg voltunk rémülve, és riasztó volt, hogy mi történik kis hazánkban, az országban. És azóta felnőtt fejem, már tudatosan beleástam magam a témába, hogy mik mentek, meg mik voltak akkor a Gyurcsány kormány idején. És hát bízom benne, hogy hasonló időket már nem kell megélnünk. Ez is tervben volt. Nagyon jó volt. Újra átéltem a 2006-os eseményeket, meg kint voltam egy-két helyszínen, úgyhogy ezt átélni nem is tudom, milyen katartikus élmény volt így visszanézve. És úgy tűnik, hogy elég pontosan adták vissza. Megkérdezték engem ez a film előtt. Mondtam, hogy ez a kozmikus tervbe illeszkedik, tökéletesen abba illeszkedik. Én megmondom őszintén, hogy többet vártam. Mert ugye 2006-os eseményeknek az egyik origója, az ugye az október 23-án volt, de erről nem mutattak semmi konkrétat, hanem a film végén a stáblista elején bejátszottak képeket, és olyan információkat, amit bárhol fellelhető az interneten. Tehát konkrétan a fő esemény az igazából kimaradt a filmből, úgyhogy ezzel kapcsolatban hiányérzetem van. Elég nagy szerepet kapott Doblev Krána. Igen, azon meg is lepődtem, hogy így gyakorlatilag így a nyilvánosságra hozzák, hogy neki milyen szerepe volt, és nem maga a Gyurcsány csinált az egészet egyenlően. Volt egy ilyen jelenet, hogy a nagygyűlésen, ahol Dobrev Klára és Szilvási György mellett még páran voltak jelen, és ott a Dobrev Klára szájából elhangzott, hogy járulékos veszteség azon civilek, akik összekeverednek esetleg a fasiszta tüntetőkkel a megemlékezés keretein belül, és ők járulékos veszteség akkor is, hogyha bajuk esik. Önt meglepte, hogy mekkora szerep jutott Dobrev Klárára? Nem lepett meg. Nagyon csúnyát mondanék most, de azt a felvételre való tekintettel nem mondom. Hát akkor próbáljuk meg virágnyelven. Nem tudom, ismerik-e kínai azt a kínai kivégzési módot, amit a világon a legcsúnyábbnak tartanak a szakemberek. Nem kellett egy színésznek sem megformálni Gyurcsány Ferencet, mert csak bejátszásokban szerepelt a filmben, fölösleges volt a találgatásunk. Igen, olyan volt, mint Kalambó felesége, akiről mindenki tudja, hogy létezik, de sose látta senki.